röviddel egybekelésük után szét kellett volna válniok. Egri József és Pauler Juliska. 1916-ban hadgyakorlat közben beszakadt a jég egy 33 éves baka alatt. Előbb tüdőgyulladást kapott, aztán a betegségtől legyengülve elkapta a TBC-t is hetekig feküdt élethalál között. Egri József festőt nem sokkal bevonulása előtt kezdte számon tartani a műértő közönség. Szegény embereket ábrázoló expressionista hatásokat mutató műveit egyre többször állította ki. Gyerekkorában hajléktalanként bolyongott a szüleivel, így test közelből ismerte a nyomort, amit képeim bemutatott. Balesetének köszönhette, hogy művészi pályája és magánélete fordulatot vett. Mivel betegségéből nem gyógyult fel, elöljárói a badacsonyi hadikórházba küldték rehabilitációra. Az ideiglenes kórház nem volt valódi egészségügyi intézmény. Egy vendéglőben rendezték be, az ápoló személyzet pedig önkéntes úriasszonyokból állt. Itt gondozta a betegeket a szigorás ról ismert vízkeleti ezredes felesége is. Az ezredesné, leánykori nevén Pauler Juliska, kilenc évvel volt idősebb Egrinél, és mindenben ellentéte a lábadozó bakának. A sovány, aszketikus alkatú, hallgatak festő, és a gömböjdet sokat nevető, még többet beszélő asszony, mégis egyre több időt töltött egymás társaságában. Nem sokkal később, egy segédápoló takarítás közben, ceruzával rajzolt aktképeket talált Egri közlegény éjjeli szekrényén. A kép képek az ezredesnét ábrázolták. Hogy pontosan mi történt ezután nem tudjuk, mert Egri József évtizedekkel később született önéletrajzi vázlatában meglehetősen szűkszavúan foglalta össze a következő két év történetét. A Badacsonyi Kórház botrányai, újra a Kanizsai laktanyában, felülvizsgálatok pozsonyban, pár hónap beteg szabadság, Juliska családi, válási és a többi esetei. Háború vége, kezd helyre költözésem. Pedig a badacsonyi botrány nagy port kavarhatott. Nem volt mindennapos, hogy egy magasrangú katonatiszt jóházból való felesége úgy döntsön, egy nincstelen közlegény miatt elválik férjétől. A válást csak hosszú idő után mondták ki. Ez alatt Egri leszolgált a katonai idejét, majd Pesten próbált munkát találni. A Pauler család, amelynek soraiban miniszter, egyetemi tanár és akadémikus volt, megdöbbent Juliska szándékán, és mindent megtettek, hogy megakadályozzák a duplán rangon aluli házasságot. Egri ugyanis nem csak paraszti származású volt, de a középiskolai tanulmányait sem fejezte be. Amikor megértették, hogy az asszonyt nem lehet eltántorítani szándékától, évekre kiközösítették a családból. Egri alkalmi munkákból élő édesapja ugyancsak nem volt hajlandó tudomást venni az úri családból származó mennyről, de több jó szándékú barátjuk is úgy gondolta, Jól hogy két ennyire különböző családi hátterű, iskolázottságú és lelki alkatú ember nem maradhat sokáig együtt. Végül 35 évig a festő haláláig tartottak ki egymás mellett, jóban-rosszban, és ebből a legtöbb időt megismerkedésük helyszínén, Badacsonyban, kettesben töltötték. Egri József gyerekként került ki szegénységből a legmélyebb nyomorba. Egy Zala megyei faluban új lakon született 1883-ban, szülei napszámosként dolgoztak. A kisfiú 4-5 év volt, amikor egy örökösödési perben kiforgatták őket kis vagyonukból. Házuk is oda lett. A kisemmizett apa tehetetlen dühében neki támadt az eljáráshoz asszisztáló hatósági személyeknek, amiért hónapokra börtönbe került. Az őt menteni kívánó feleségét, mint bűnpártolót, ugyancsak lecsukták. Amikor kiszabadultak, már semmiük sem volt. Gyerekükkel együtt éveken át bolyongtak alkalmi munkát keresve, gyakran ólakban, füstös odukban aludtak. Az éhalál elől menekültek Pestre, ahol egy tömegszálláson húzták meg magukat. Az apa nem bírta elviselni a nyomort, az alkoholba menekült. Minden alkalmi keresményét italra költötte. Az édesanyja egy aradi utcai bérházban takarításért cserébe két szalmazsákot szerzett egy dohos, oloskás pincelakásban. Innen járt iskolába a kis Jóska. A magányos kisfiú, akit az iskolában társai kiközösítettek rongyos ruhái miatt, legjobban az épülő országház előtt szerette nézni a kőfaragó munkásokat. Szobrokat és festett képeket keresett mindenütt a város utcáin, ahol napjai legnagyobb részét töltötte, hogy addig se legyen iszákos és goromba apja szeme előtt. Mivel nem volt cipője, nem engedték be a Nemzeti Múzeum épületébe, ám amikort egy használt lábbelit, már kedvére csodálhatta a festményeket hogy legyen némi pénze, kimaradt az iskolából is, inasnak szegődött egy vasbútor kereskedőhöz, akinél székeket kellett mázolnia. Festő iskolába is jelentkezett, de a tandíjat nem tudta volna kifizetni. Ezért egy lépcsőházakat és üzletportálokat díszítő dekoratőr műhelyében dolgozott. Majd egy közepes festő fogadta tanítványául, akinél portrérajzolást tanult. Gyakran éjszakázott pénztelenül ligeti padokon, mert a szállásán a rengeteg kiírthatatlan poloska miatt egy perc percre sem tudta volna lehajtani a fejét. Nem sok esélye volt arra, hogy idehaza megfelelő művészi képzést kapjon, így Münchenbe utazott, hogy felvételét kérje valamelyik ingyenes festőiskolába, de ott sem járt sikerre. Végül a neves művészet történész Lika Károly nézte meg a rajzait, és azonnal felismerte tehetségét. Bemutatta a fiatal festőt lapjában, és elintézte, hogy néhány képét kiállítsák a nemzeti szalomban. Lika volt segítségére abban is, hogy kiuthasson Párizsba, és ott a legmodernebb festői irányzatokat tanulmányozhassa. A fiatal művész a francia fővárosban azonban a festőiskolák helyett mégis inkább a csavargók és nincstelenek világában szerzett ismereteket, mintha egy rejtőregényt olvasnánk. A festő nappal Goggen és Vangok képeit csodálta a múzeumokban, hajnalban és esténként pedig hajórakodóként és kocsmai késdobáló mutatványosként keresett pénzt, amit aztán modellekre költött. A képeket azonban nem tudta eladni, még koldus modellje is jobban élt, mint ő maga. Egri és egy barátja kilátástalan helyzetükben elhatározták, hogy Afrikába mennek, és beállnak az idegen légióba, amikor egy véletlennek köszönhetően a festő sorsa újabb fordulatot vett egy műgyűjtő a Pesti utcán találkozott Egri édesanyjával, aki fia egyik festményét próbálta eladni. A férfi azonnal megmutatta a képeket Szinyei Mersepálnak és Ferenci Károlynak, akik ösztöndíjat ajánlottak fel a festőnek a képzőművészeti főiskolán. Mivel a műgyűjtő úti költséget is küldött, Egri a légió helyett Budapestet választotta és hazatért. A főiskolán kaptam helyet, műtermet, ahol Ferenci Károly és Szinyei korrigált, látogatott úgy másfél évig. Utóirat, tovább nem bírtuk ki egymást. Nem bírtam azt a bizonyos száraz iskolai metódusokat. Emlékezett később. Az affér oka az volt, hogy a saját útját járó festő nem konzultált tanáraival, amikor egy kiállításra beküldte a képeit. A főiskolát ott hagytam, az ösztöndi is megszűnt. Egy szóval alig vártam, hogy szabad levegőre jussak. Mi távolabb az iskolától, külsőségektől, frázisoktól. A kötöttségeket nem bíró művész innentől rendszeresen állított ki, és 1909-ben belépett a Nemzeti Szalomból kimaradt festők szervezetébe, a művészházba is, amelynek választmányi tagja lett. Bár a nyolcak festőcsoporthoz nem csatlakozott, nevét velük a Párist járt modernekével együtt emlegették értelmiségi körökben. De nem csak festőként kezdték befogadni. Amikor 1914-ben Ungváron járt, a város polgármestere látta vendégül otthonában. Egy ekkor készült képének modellje, Finicki Ida, a házigazdalánya volt. Úgy tűnik az iskolázat de rendkívül intelligens fiatalember megtalálta a hangot, a jó nevelést kapott kisasszonynal, ugyanis hamarosan szerelem szövődött köztük. Az éppen csak induló művészi karriert a világháború szakította meg. Egri Józsefet besorozták katonának, s a kanizsai laktanyában nem csupán a kiállító termek világától került távol, hanem kedvesétől is. Idával végleges szakítás, keserves laktanya élet, téli gyakorlatok, kivonulások. Beszakadtam egy fagyott árokba. Kórház, betegség hónapokig, írta naplójában. 1916 tavaszán nagy betegen érkezett meg Badacsonyba, ahová gyógykezelésre küldték. Annyira gyenge volt, hogy a hablány étteremben felállított alkalmi kórházig sem tudott elmenni a vasútállomásról. Az első éjszakát a forgalmista irodájában töltötte. A beteg katonákról egy orvos mellett két ápolónő gondoskodott. Egy eladósorban lévő lány, Johanna, Pöltenberg Ernő unokája és vízkeleti Ferenc ezredes felesége. Egy fennmaradt képeslap tanúsága szerint a fiatal lány a 33 éves bakának nem csak az egészségét, hanem a lelkét is szerette volna megmenteni. De hiába álmodozott, a festő figyelmét más kötötte le. Egri később szűkszavúan írta meg lábadozása történetét, annál többet elárulnak azonban ekkor készült rajzai, köztük a segédápoló által megtalált aktképek. Nem tudjuk mindebből mennyi jutott a férj tudomására, de azt igen, hogy a 42 éves asszony egy idő után már nem dolgozott a kórházban. Unoka húga visszaemlékezése szerint ezután titokban mentek meglátogatni a beteget, s nagynénje külön kérte, hogy ne beszéljen senkinek a találkozóról. Az 1874-ben született Pauler Júlia Szidónia családja minden szempontból a dualizmus elitjéhez tartozott. Büszkék voltak a társadalmi státuszukra és nemesi címükre. Juliska, akit családjában csak nennének becéztek, egy katonatiszthez ment férjhez a századfordulón, s hozományaként egy keszthelyi villát és egy budapesti lakást adtak vele a szülei. Ráadásként egy badacsonyi szőlőbirtokot nyaralóval. Egy fiút és egy lányt szült, kislánya azonban tíz éves korában meghalt. A házas pár nem élt jól, a szigorú katona férj nem különösebben tolerált a felesége közvetlen, barátkozó, humoros természetét. Valószínűleg ettől még együtt élték volna le életüket, ha meg nem jelenik a színen a badacsonyi kórházban lábadozó festő. A buzgó katolikus asszony minden bizonyal nehezen egyeztette össze hitével, házasságon kívüli szerelmét, de végül ő kezdeményezte a vállást. Egri József később nyíltan beszélt róla, hogy eredetileg nem gondolt házasságra, mert ő sem hitte, hogy a kórházban fellobb Banú szerelemből tartós kapcsolat lehet. Juliska viszont egyetlen percig sem kételkedett ebben. Leveleikben, visszaemlékezéseikben, Mindketten 1917-et adták meg házasságkötésük időpontjaként az anyakönyvben szereplő 1918 helyett, ami azt mutatja, hogy már akkor együtt éltek, amikor Pauler Juliska és férje vállását még nem mondták ki hivatalosan. Nem csak a Pauler család nem akart tudomást venni gyermekük új kapcsolatáról. Amikor a festő elvitte magával bemutatni jövendőbeliét Pestre, szülei szegényes lakásába, csak az édesanyja volt kedves az asszonynal. A látogatás alatt az apa a végig hátat fordítva feküdt az ágyon. A katolikus egyház soha nem választotta el Juliskát előző férjétől, így csak polgári esküvőre került sor 18 nyarán. A pár keszthelyen telepedett le a feleség négy szobás villájában, s egy idő után magukhoz vették Egri édesanyját is. A nyarakat Paulerék nyaralójává alakított badacsonyi présházában töltötték. 13 éves koromig nem aludta mágyban. emlékezett nyomorban töltött gyerekkorára új otthonában a festő. Julis a jelentős hozományán kívül azonban egyéb bevételük nem nagyon akadt, így valójában kezdettől tisztes szegénységben éltek, nagy polgári díszletek között. A jómódú asszony következő évtizedekben minden vagyonát arra költötte, hogy férje szabadon alkothasson. Bizarr házasság volt, mintha a sors kemény ellentétekkel akart volna egy játszmát írta róluk barátjuk Bernát Aurél. A pályatárs megfigyelése szerint Juliskának és Egrinek a házasság játékszabályai és nem kiszámíthatatlanra és építő emberismeret jóslata szerint röviddel egybekelésük után szét kellett volna válniok. Ok. Akár azért, mert Egri a polgári paradicsomot, amibe került, egyéniségéhez jobban illő zord környezetre akarta volna visszacserélni, akár mert Juliska hasonlatosan Ninive asszonyához, ahogy erről Babics a Jónásban ír, előreláthatóan gyorsan kiéli az ellenállhatatlan kívánságát, hogy a próféta mord lelkét merengve szimatolja. Több ismerősük megemlékezett róla, mennyire különbözött egymástól az olvasott, kulturált, társasági életet kedvelő, mulatságosan bőbeszédű feleség és az emberkerülő, kevésbeszédű, intelligens, de összességében műveletlen férj. Életük végéig magázódtak egymással. Egri a visszamaradt tüdőbetegség és a sok cigaretta miatt reket hangon, sokat köhögve, rendszeresen dohogott valamin, Juliska pedig sok humorral kacagva válaszolgatott neki. Visszatérő vita téma volt köztük a vallás kérdése. Az ateista művész gyakran gúnyol templomba járó, de az egyház szerint bűnös vadházasságban élő felesége buzgóságán, aki tudomást sem vett a szurkálódásról. Egri József nem csak élete párját találta meg Badacsonyban. Innentől kezdve szinte kizárólagos témája lett a balatoni természet és az itt élő egyszerű emberek. Sokan ma is a Balaton festőjeként emlegetik, pedig sosem vált tájkép festővé. A Balaton gyakran, mint genezáreti tó jelenik meg a képeken. A halászok pedig Krisztust várják Műveit a 20-as évektől kezdve Budapest mellett Dresdában és Berlinben is kiállították. Expresszionista ecsetkezelése mellett szociális érzékenysége sem tetszett a konzervatív kultúrpolitikának. Pekár Gyula vallás és közoktatási államtitkár például egyszerűen leakasztatta a falról egri festményét a nemzetközi szalomban. A festő sosem békült meg a múltba révedő, felszínes és szociális gondokra érzéketlen úri középosztályjal. Mikor már ismertebb művésznek számított a Pauler család kereste volna a társaságukat. Egri azonban sosem bocsátotta meg neki, amit feleségével tettek. Micsoda család jegyzett fel egy Juliskának címzett kifakadást barátjuk, Takács Gyula. Legalább ilyen műveletlen társaságban ne kerültem volna magával. Szóról szóra így. A négy legfeljebb hat elemit végzett ösztönösen tájékozódó művész nyilatkozata és véleménye volt ez Pauler Tivadarról, a jogtudós többszörös miniszterről, Pauler Gyuláról, a történelem és sógoráról, Pauler Ákosról, a filozófia és logika jeles tanáráról. A házaspár leginkább a falu kétkezi munkából élő lakóival tartott kapcsolatot. A magát autodidakta módon képző festő megvetette a környék műveletlen földbirtokosait és a szűk látókörű helyi értelmiséget. 1929-ben a tüdőbeteg egri egészségi állapota romlani kezdett. Orvosa hosszabb tengerparti tartózkodást javasolt neki. Juliska gondolkodás nélkül adta el el a keszthelyi villát, hogy egy hosszabb olaszországi utazás költségét előteremtse. Rómát Pompejt és Szicíliát érintő útjuk után már Badacsonyba tértek haza. Innentől az év legnagyobb részét a szőlőhegyi házban töltötték, csak a hideg téli hónapokra utaztak fel Pestre. Egri ekkor már a KUT képzőművészek új társasága elnökségi tagja volt. A progresszív festők annak ellenére egyik vezetőjüknek tekintették, hogy csak ritkán találkoztak vele személyesen. Egri, ha tehette, kora tavasztól késő őszig vagy badacsonyi műtermében dolgozott, vagy a vízpart és tégen horgászbottal a kezében csodálta a tavat. A balaton nekem mindent jelent, kiegészítője életemnek. Húsz éve festem, nem lehet megunni soha, minden pillanatban újat mond vallotta. Nem viselt el semmilyen kötöttséget. Inkább egyenek a poloskák, mint egy hétre a hivatal, mondta nem egyszer. Ennek megfelelően egyre több anyagi gond nehezítette meg a mindennapjaikat. Amikor 1933-ban meghalt Pauler Ákos, a neves filozófia tanár, végrendeletében Hugára egyetlen emléktárgyat sem hagyott. A temetésre hazautazó Juliska lesújtó véleményt fogalmazott meg családjáról egy férjének írt levelében. Szinte bámulva hallgatom ezt a sok üres dolgot, aminek oly fontosságot tulajdonítanak. Hála Istennek érzem, hogy az elmúlt 15 év, amit magával töltöttem, gyökeresen megváltoztatott, és alig várom, hogy ennek az üres társaságnak hátat fordítsak. Boldogan tért haza a nagypolgári villából a szőlőhegyre. Egri is csak hivatalos ügyeit intézni, vagy kiállításai idejére látogatott a fővárosba, egyre kisebb örömmel. Horti Miklós kormányzó az 1938-as kiállításon a képeim előtt azt Kérdezte. Maga találta ki ezeket így festeni? Én nem így látom a természetet, mondta bizonyos nyomatékkal elégedetlenül. Elképzelhetetlen, hogy nálunk az is lehetséges, miszerint az országnak egyetlen terjedelménél fogva befogadó kiállítási épületét, a műcsarnokot egy társaság uralja, és azzal önkényesen rendelkezik, panaszolt a saját magának naplójában. Ekkoriban festett Visszhang című képe sokkal több, mint Balatoni festmény. Egy törékeny nő alakot lát, aki belekiált a különös, felbomló struktúrájú tájba. A visszaverődő hang szinte hallatszik a képen. Egri maga így fogalmazott a kép kapcsán. A végtelenben elvesző kiáltás érdekel. Ez a fajta festészet minden bizonyal, érthetetlen és csalódást keltő volt azok számára, akik tájképet vártak Egri műhelyéből. A szőlőhegy tetején álló présház menedéket jelentett a házas párnak, mégis meg kellett válniuk tőle. A környékbeli bazalt bánya pora tovább rontotta Egri egészségét. Ismét tengeri levegőt írt fel számára az orvos. Juliska eladta a szőlőt és a házat, hogy egy újabb itáliai körutat finanszírozhasson. Maradék pénzükből telket vettek Badacsony belterületén, ahol egy épít barátjuk a festő elképzelései szerint puritán, de télen is lakható műterem lakást tervezett a számukra. 1941-ben költöztek be a még épülőházba, amit innentől kezdve csak különleges alkalmakkor hagytak el. Ilyen volt 1941-ben egyházi esküvőjük Budapesten, amelyre csak vízkeleti Ferenc halála után kerülhetett sor. A festő, aki mindig gúnyolódott a vallási ceremóniákon, pontosan tudta, mit jelent ez a szertartás Juliskának, így ellenkezés nélkül Vezette oltár elé 67 éves feleségét. Ez a fajta feltétlen elfogadása feleség naplójában is megjelenik. Egy bejegyzésben felpanaszolja, hogy a férje állandóan zsörtölődik valamin, majd hozzáteszi: De hirtelen megvillan előttem, milyen volna az életem, ha Jóska nem lenne. A háborús évekre minden pénzé tehető vagyonuk elfogyott gyakran élelemre, tűzifára sem volt pénzük. Utálatos, hogy az embernek élete egyik felét nyomorban, a másik felét háborúk közt kell leélnie, írta naplójában a festő. Elkeseredését fokozta, hogy 1942-ben a műcsarnok igazgatója a múzeum tulajdonában lévő egri képeket a pincébe dobatta, hogy haladóbb művészeknek biztosítson teret. Pesti lakásuk benne egri műtermével a bombázások során leégett. 25-30 nagyobb kép 40-50 kisebb pasztel, akvarel és rajz pusztult el benne. A festő badacsonyban sem tudott alkotni. Mostanában minden vágyunk a tüzelőfa és a mielőbbi béke. Minden nap benézek a dolgozó szobánkba, melyet már hetek óta nem fűthetek és nem dolgozhatom benne. Könnyezek. A háború végét mindketten súlyos betegen, az alultápláltságtól legyengülve élték meg. Néhány évig úgy tűnt, hogy az új rendszerben Egri József végre megkapja majd az őt megillető elismerést. Műveit a vele velencei biennálén és Londonban is kiállították. 1948-ban pedig az első Kossuth díjasok között szerepelt. Ezt is rezignáltan fogadta. A Kossuth díjat például a badacsonyi stégen horgászás közben vette át. Psz, harap a hal! Csitította a lelkes kézbesítőt, és nézte tovább a vizet. Talán előre sejtette, ami 1950-ben bekövetkezett. Mivel nem volt hajlandó boldogságban úszó parasztokat és munkásokat festeni, az első képző művészeti kiállításon képeit egy hátsó szobában rossz helyre akasztották ki, és innentől kezdve ismét mellőzni kezdték. Takács Gyula költővel közösen készített Víztükör című Balaton albumát, kiadásra alkalmatlannak nyilvánította egy állami könyvkiadó. A mellőzöttség és a betegségek egyaránt egri kedvét szekték, keveset festett. 1951-ben még hozzákezdett egy nagyobb munkához. Félkészen maradt festményen a Balatoni tájban egy csónakban ülő alak evesz kifelé a képből. Nem sokkal ezután a kiújuló TBC ledöntötte a lábáról. Magas lázát nem sikerült csillapítani. Felesége később így emlékezett. Amikor a homlokát megcsókoltam, hideg, áttetsző személynek ellentéteként az érzelmes értelem hangján megkérdezte. Hát nem fél a haláltól? Nem fél a TBC-től? Nem. Harminc éven át féltem tőle Jóska. Egri József nyugodtnak és boldognak látszott felesége vallomását. ...tól. Juliskát nézve halt meg 68 éves korában. A pappal és minisztránsokkal együtt mindössze kilencen kísérték utolsó útjára Badacsonyban. Köztük a pályatársak Pácai Pál, Bernát Aurél és Szabó Lőrinc. Felesége nem maradt sokáig egyedül a házban. Fia, vízkeleti István gazdasági tanár, mint osztályidegen elem elveszítette az állását, s öt gyerekével és feleségével együtt az anyjához költözött. Juliskának innentől az unokák töltötték ki a napjait. Tüzifáért, kedvezményes vonatjegyért levelezett a hatóságokkal többnyire hiába. Még megélhette, hogy a korábban visszautasított víztüköralbum 1955-ben mégiscsak megjelenhetett. De férje kései újra felfedezésének már nem lehetett tanúja. Az egykori ezredesné, aki ott hagyta a jólétet a szerelméért, 83 éves korában halt meg Badacsonyban.